Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát a mögöttem levő épület szerintem már nem lesz senkinek újdonság, ez a Pallavicini kastély. Tudjátok, egy pár héttel ezelőtt már videóban bemutattam a kastélyt. Most ismételten itt vagyunk Csongrád-Csanád megyében, Sándorfalván, ahol Reichenberger Rajmund fog nekem, aki egy sándorfalvi lakos, ő fog nekem segíteni, hogy melyek azok a látnivalók itt Sándorfalván, amit érdemes megnézni, el fogunk tölteni egy egész napot, meg fogunk ebédelni a kastélykávézóban, illetve be fog nekünk mindent mutatni, ami Sándorfalva kulturális értékéről fog szólni. Tartsatok velem ebben a videóban, hiszen elég hosszú lesz, és hát gyakorlatilag be fogunk járni mindent. Hogyha valaki ellátogat Sándorfalvára, szerintem úgy a legcélszerűbb körbenézni Sándorfalván, hogyha a templomkertnél kezd, ami a polgármesteri hivatallal szemben áll, ott láthatja legelőször azt a három szobrot, ami így hát a magyar kulturális életnek, történelemnek talán ilyen megkerülhetetlen pontjai, a Petőfi Sándor, Arany János íróink, költőink, illetve Szent István. Ennek a három embernek a szobrával lehet legelőször találkozni, és ez a három szobor a Szűz Mária Szent Neve római katolikus templom hát háta mögött áll, mert ugye az eleje a tér másik oldalára néz. És hogyha elkezdjük kerülni jobbra vagy balra, ez igazából teljesen mindegy, akkor olyan stációkat nézhetünk végig, ami Krisztus történetét meséli el. Ezek be is vannak számozva, és lehet úgy is végignézni Krisztus történetét, hogy akkor egytől a végéig, és így a számokat követve ez a keresztény mitológiai történet szépen kirajzolódik előttünk. Illetve ugye magába a templomba is be lehet nézni. Ez a templom, ugye Sándorfalva most 141 éves, tavaly volt a kerek évfordulója, 140 év, amikor volt a nagy árvíz, ami elmosta Szegedet, Algyőt, akkor jött létre Sándorfalva. Akkor Pallavicini Sándor őrgróf ajánlott fel 300 holdnyi területet az algyői árvízkárosultaknak, és ők költözhettek ide, ők voltak az eredeti sándorfalviak. És hát ugye lásd a nevünket is, Sándorfalva, Pallavicini Sándor őrgróf után elnevezve. És azért tértem ki erre, mert ugye a templom az mondhatni, hogy az első nagy épületeink egyike, hiszen akkor húzták fel pár évvel rá, hogy Sándorfalvát létesítették. Maga a kastély, ami pedig hát ugye a szomszédságában van a templomnak, viszont már az árvíz előtt is létezett, ez már akkor is állt. Hát az épületnek a célja, illetve az, hogy mire használták, ugye időközben változott, folyamatosan változott. Tehát ahogy, hogyha a templomtól, a templomkertből átjövünk, akkor először egy játszóteret látunk meg. Ez a játszótér köti össze a templomkertet a kastély kávézó udvarával, vagy teraszával. Illetve itt talán visszatérnék még a kastélyra, ha már főzés. Mert hogy a kastély kávézóban hétvégente a helyi ízeket lehet megkóstolni. Itt működik egy konyhánk. Azt hiszem, hogy ezt most mi is meg fogjuk majd kóstolni, hiszen az egész napot itt töltjük, és egy finom ebédet talán el kéne fogyasztani közben, hogy ne halljunk éhen. Még így a kastély kávézónál maradva, hogyha hátulról, tehát a templom felől közelítjük meg, akkor először a pipacsos terembe lépünk be. Hát ugye azért pipacsos terem, mert hatalmas nagy pipacsokat ábrázoló tapéták láthatóak a teremben. Tovább lépve ugye a kiszolgáló térbe érünk, ahol a bárpult van, vagy hát a pult, kiszolgáló pult van, és azzal szemben, akkor ugye hátunk mögött van a biliárd szoba, ami az egyik kedvencem talán az egész kastély kávézóban, mert ha körbenézünk, Sándorfalva történelmét képekben nézhetjük végig fotókon, hiszen fotótapétából áll össze az egész.
és az elmúlt pár év, a 90-es évek, talán még egészen régre, lehet, hogy még a 60-as, vagy még régebbről találhatóak fotók. Én, mint itt született, nevelkedett sándorfalvi, lehet, hogy órákat el tudok tölteni abban a teremben, körbeböngészve a fotókat, keresve az ismerőseket rajta, rokonokat, nagyapát, nagymamát, ismerősök dédszüleit meg lehet rajta találni. Ez szerintem mindenkinek érdekes lehet, azoknak, akik itt laknak, és azoknak is, akik akarnak egy képet kapni arról, hogy milyen lehet most Sándorfalván élni, illetve hogy milyen volt az elmúlt pár évtizedben. Itt is vagyunk a Sándorfalvi Szabadidő Központban. Én Vas Éva vezetőt szeretném megkérdezni pár szóban a helyről, hogy mekkora ez a terület. Ugye kettő részre van feloszlatva, van egy horgászatra kiváló alkalmas hely és maga a strand. Tehát gyakorlatilag átadom Évának a szót, amit érdemes tudni erről a helyről. Üdvözlök mindenkit, Vas Éva vagyok. Ez a Sándorfalvi Szabadidő Park egy 20 hektáron elterülő terület. Két nagy tóból áll, amit összeköt egy kisebb csatorna, tehát az egybefügg az egész vízrendszerünk. Ebben megtalálhatók a pontjainktól kezdve a kisebb ragadozókon át a nagy szürke harcsáig, de a strandolók nagy örömére különböző vízi sportokat is tudnak használni. Van például wakeboardunk, vízibiciklink, és egy bizonyos helyen kialakítva szupozásra is van lehetőség. És még a látogatók összetevéről lennék kíváncsi, tehát ön hogy látja ezt az egészet? Visszatérnek ide a látogatók, illetve Magyarország gomb belül honnan érkeznek, tehát gondolom, hogy eléggé nagy az érdeklődés, hiszen ahogy most észreveszem, most is eléggé sokan vagyunk. Igen, a mai nap azért az az érdekessége, hogy egy hatalmas viharunk volt így délelőtt folyamán, de az, ahhoz képest 1000 főre földúzott a létszámunk. Azt tudni kell, hogy ez Csongrád megye második legnagyobb szabadtéri strandja. Egy applikáción keresztül gyűjtöttünk irányító számokat, ami alapján kiderült, hogy Salgótarjántól kezdve a szerbiai Palicsonát, Bécsből, nyilván akik ott élnek, jönnek látogatni, mindenki megáll itt a nagy nyári forróságban. Épp a horgászókat néztem, hát én nem vagyok egy nagy horgászos, de hát szívem szerint, ha lenne egy percabatom, tuti, hogy én is elkezdenék horgászni, hiszen annyira szép és gyönyörű látvány, hogy kedvet is kaptam hozzá. Na, de hát nem is ezért jöttünk ide. És még a horgászatról visszatérve, esetleg volt-e már valami exkluzív hal méret? Tehát fogtak-e már valami baromi nagy halat itt a közelben, itt a mellettünk levő horgászati helyen?
A tórekordunk az 21,6 kilós pont, de volt... Vannak nyomok, ami szerint egy nagyobb harcsa is lakik a tavunkban. Ez a száj méretében, amit egy halon találtunk, a nyúzásából számoltuk ki, hogy olyan körülbelül 40-50 kilónyi nagyságú. Próbálták is már meg kifogni, de csak sajnos elszakított mindent, elvitt mindent. Egy nagy farok csapást láttunk, és sajnos így nem sikerült horogra akasztanunk ezt az állatot. Tehát akkor végül is a Loch Nessi szörnyről van szó, akkor éjszaka nem jövök vissza. Jó, nagyon szépen köszönöm. És akkor hát végeredményben köszönöm szépen Évának ezt a kis interjút, illetve pár infót. Következő látnivalónk a Szalakúta Látogatói Központ. Engem dr. Kis Orsolya, ornitológus fog majd felvilágosítani a helyről, illetve a látnivalókról. Itt vagyunk a Fehér tó partján, Sándor falva mellett. Ez most itt a Szalakúta Látogatóközpont. Azt kell tudni róla, hogy mi régebb óta dolgozunk már itt ezen a területen. A gyűrűző állomást működtetjük, majd a Szalakúta Védelmi Life projekt keretében volt lehetőségünk arra, hogy ezt az egész házat felújítsuk, és ebben a formában innentől kezdve Szalakúta Látogató Központként működik. És ugye, ahogy a névadó madarunk a szalakóta, ami itt is költ a ház mellett, úgyhogy a nyári időszakban látni is lehet ezeket a madarakat itt. Azt kell tudni erről a látogatóközpontról, hogy az aktív madárgyűrűzés, ami ehhez kötődik, ez a nyáron július közepétől augusztus végig folyamatosan zajlik, ősszel pedig elsősorban a hétvégéken, illetve a tavaszi időszakban pedig a meghirdetett 9 alkalommal lehet itt minket meglátogatni. Egyébként pedig a környékbeli nevezetességeket, látnivalókat, mint például a szikespusztát, az itt költő madarakat, illetve a magát a fehértavi halastó rendszerre is rá lehet látni innen a pallósorról, és a tanösvényt is meg lehet látogatni, ami innen indul a ház mellől, és egészen a Szatymazi körforgalomig vezet, és itt a fontosabb, illetve érdekesebb területeket lehet még megnézni.
Hát egy nagyon hosszú nap végéhez értünk, ennyi fér bele ebbe a mai videóba, de nagyon sok helyet még nem meg sem tudtunk látogatni, az majd valószínűleg egy következő epizódban fog megtörténni, tartsatok velünk akkor is, hiszen mi nagyon sok helyet nem látogattunk meg, mint például a Széchenyi Ifjúsági és Közösségi Központ, a Budai Sándor Művelődési Ház, a Budai Sándor Emlékház és Tájház, a Sasér Erdőrezervátum, illetve a Mangalart tanya. De talán ezekről egy második részt is el fogunk készíteni későbbiek folyamán. Addig is ne felejtsétek el a többi videómat is megnézni. Találkozok legközelebb. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!